szeretettel köszöntöm az összes mai résztvevőt ezen a sajtótájékoztatón, és engedjék nekem meg, hogy bemutassam vendégeinket. Elsősorban még tisztelettel köszöntöm Rezsa István kormánybiztos urat, Écsi Gábor atya katolikus karitász országos vezetőjét, Klaus Höhn urat, a karitász támogatóját és németországi nagykövetét, Wojtek László professzorat, az orvosmisszió vezetőjét, az egyetemi tanárt, valamint az orvosmisszió tagjait. Hargitai Ernő, fogorvos, ortopész, sebész urat, Gombos Katalin szemészforvosnőt, Malkovics Márta fogorvosnőt, Balasi Klára főnővért, Palányi Éva főnővért, Kék Ferenc urat, a Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Társaság elnökét, Kecskés László, az orvosmisszió koordinátorát, aki személyen is nem szeretem, hogy megjelenítsen, Vermes Tibor, fotóriportert, a Katolikus Karitász orvosmissziójának önkéntesét, Kordi Szabolcsot, rádióriportert, az orvosmisszió önkéntesét, nem utolsó sorban Marosi Lászlót, riportert, az orvosmisszió önkéntesét. Kívánom, hogy ez a mai rendezvény teljen kellemes hangulatban, sikeres sajtótájékoztatót és előadást. Magamról csak annyit, aki nem ismeri esetleg, a Miski Kölcsei Ferenc oktató nevelő magyar tannyelvű intézmény vezetője vagyok. 3 éve, mint ilyen nemű intézmény, pedig 1 éve működünk, mióta hála a magyar kormánynak legfőképpen megint a mostának óvodában. Hát átadnám a szót Rezsa István kormánybiztos úrnak. Köszönöm szépen. Tisztelt igazgató Gábor atya professzor úr. Üdvözlöm a sajtó megjelent képviselőit, és nagyon jó itt lenni mindig Visken, hazajön egy kicsit az ember, és két olyan oka van annak, hogy most eljöhettem ide Viskre, amely mindenképpen figyelemre méltó. Természetesen a fő oka az, hogy a Katolikus Karitász orvos missziója, amelyről majd részletes tájékoztatást fognak önök rövidesen kapni. Jelenlegi szűrővizsgálatokat folytatnak azok a kollégák, akik belettek mutatva, de nincsenek most itt a sajtótájékoztatón. A magyar kormány, kárpátaljai felelős kormánybiztossága pedig két olyan területen hajt végre az elmúlt időszakban itt Kárpátalján beavatkozást, amely szorosan kapcsolódik ehhez a Katolikus Karitász orvosmissziós tevékenységéhez. Az egyik az, hogy évek óta látjuk, hogy az egészségügy lényegében minden területén súlyos elmaradások tapasztalhatók Kárpátalján. Ennek nyilván elsőrendű oka az ukrajnai gazdasági helyzet. És az is fontos az egészségügy területén tapasztalható elmaradásokban, hogy az, amikor Magyarország segítséget kíván nyújtani, akkor ez tipikusan az a terület, amely nem nemzetiség függő, hiszen a beteg ember az teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségű segítségre szorul. Tehát minden olyan egészségügyi fejlesztés, egészségügyi támogatás, amelyet a magyar kormány évek óta folyosít Kárpátalja, biztosít Kárpátalja részére, az itt élő közel 1,3 millió ember javát kívánja szolgálni, és legfeljebb 12%-ban 150 ezer fő erejéig magyar nemzetpolitikai, vagy egyáltalán magyar támogatásnak számíthat. Az elmúlt esztendőkből egy-egy programot kiemelve a nagyszőlősi gyermekosztályt egy alapítvánnyal karöltve teljes egészében felújítottuk, állítólag ez egész Kárpátalja legkorszerűbb és legszebb fekvőbeteg gyermekosztálya jelenleg. Azon túlmenően nagyértékű orvosi műszerekkel láttuk el két esztendővel ezelőtt valamennyi járási centrumot ultrahangkészülékekkel. Németországból nagyon komoly egészségügyi felszereléseket tudtunk 2017 tavaszán eljuttatni, szinte valamennyi intézmény kapott belőle, a közeli kórházak mindegyike részesült belőle, de mondhatnám azt is, hogy a Munkácsi Gyermekkórház fertőzosztályának
tetőcseréjét oldottuk meg, hiszen évek óta beázik, és számunkra ezért fontos és jelképes épület, mert az egyetlen egy a Munkácsi megyei kórházi komplexumban, mely még Ferenc József idején épült, és a lépcsőházban található táblán olvashatjuk, hogy az ember szeretet jegyében. Én azt gondolom, hogy ez a jelző ez azóta sem változott, és Magyarország mindig meg tudja mutatni, hogy megbízható partner és jó szomszédja kíván lenni Ukrajnának is. Vagy folytathatnám, a közelmúltban 8000 kanyaró elleni vakcinát juttattunk el egy gyors segély keretében, hiszen valamilyen rejtélyes oknál fogva állítólag Kárpátalja Ukrajna egyetlen megyéje, ahová nem jutott a védőoltásokból, és szomorúan hallottam tegnap előtt kormányzó úrtól, hogy azóta sem sikerült, a 8000 vakcinás magyarországi segítség óta sem sikerült újabb oltóanyaggal ellátni a térséget, miközben kanyaró járvány tombol nem csak Romániában, hanem immár Kárpátalján és a háborúkon kívüli területein is Ukrajnának. Látva egyébként a vakcináció problematikáját, 2016 őszén a magyar kormány egy olyan programot fogadott el, hogy 5 esztendőn keresztül a kárpátaljai korosztályos védőoltásokat teljes egészében a magyar kormány biztosítja, amennyiben igénylik az itteni egészségügyi szervek. Tehát valamennyi gyerekről szó van, nem csak magyar nemzetiségéről, hanem minden kárpátaljai korosztályos rászoruló gyermekről. Ha egyetlen egy ampullát sem kap a terület Kijevből, ez évente 1,2 milliárd forint támogatást jelent a gyakorlatban. A 2017-es igényeket némileg kicsit megkésve, de néhány héten belül pótolni fogjuk és megérkeznek, valamint a 18-19-es igényeket is szeretnék még idén ősszel biztosítani. Már is egy kicsit sokat beszéltem, de még kénytelen vagyok azt mindenképpen megjegyezni, hogy a másik olyan nagy program, amely szorosan kötődik ehhez a mostani karitatív orvosmissziós munkához, az pedig az, hogy egy nagyszabású Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot irányít kormánybiztosságunk, amely Trianon óta mindenképpen a legnagyobb forrásigényű nemzetpolitikai beavatkozásnak számít, a gazdaságfejlesztési programokat ide most nem értve. A gyakorlatban ez egy 38,5 milliárdos keretösszegből futó program, amely két ütemben az egész Kárpát-medencére vetítve 151 új intézményt, óvoda és bölcsödeépítést jelent, és közel 450 megújítását. Kárpátalján ez természetesen, ahogy az elmúlt évek nemzetpolitikája mindig is szem előtt tartotta, pozitíve meg van különböztetve az óvoda programon belül is. És nem csak az építkezések, nem csak a renoválások fontosak itt, hanem hogy a falakon belül milyen óvodapedagógiai program zajlik, hogyan tudjuk elérni a magyar óvodásokat, hogy minden magyar óvodás magyar intézménybe járjon, és természetesen örömmel fogadjuk a vegyes házasságokban született gyermekeket is. Ahogy itt a Felső-Tiszavidéken most már évek óta tendencia, a magyar kisebbségi oktatási nevelési rendszerben az óvodától kezdődően jelentős a túljelentkezés, hiszen nem csak a magyar ajkúak, hanem a vegyes identitású családok gyermekei is előszeretettel választják a magyar oktatási rendszer. És ebben az óvoda programban természetesen helyt kapnak olyan továbbképzések, olyan fejlesztések, például 1500 magyar sarokkal, magyar fejlesztőjáték csomaggal látjuk el lényegében valamennyi Kárpát-medencei óvodát, és amikor meghallottuk azt, hogy a katolikus karitásznak ez a professzionális, a megszervezett és nagyon jó minőségű programja a Felső-Tiszavidék valamennyi magyar óvodáját megcélozta, abban a pillanatban egy húron pendültünk Gábor atyáékkal, mindjárt megértettük egymást, hogy miről van szó, és a finanszírozásban szerepet kívántunk vállalni, és támogatni kívánjuk ezt a programot, és
ezért is jöttem el személyesen, hogy ezt most az önök segítségével az itt élő magyarok és nem magyarok tudomására is hozzuk. 17 millió forinttal támogatjuk ezt a programot, hiszen ez azért nagyon jó kezdeményezést, mert nem csak egy vizsgálatot tartalmaz, hanem a kiszűrt gyermekek utánkövetését is. Ez döntő, ez a fajta szemlélet, hiszen ha csak kiszűrnék a problémát, megjelölnék, de a megoldásban nem tudnának segíteni, akkor ez egy pusztába kiáltott szó maradna, ez a fajta segítség. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy együttműködhetünk a Katolikus Karitásszal, magyar kormány kiemelt stratégiai partnerei minden nemzetrészben, de különösen itt Kárpátalján a történelmi egyházaink. A Római Katolikus Egyház egyébként is meghatározó feladatot lát el a Felső-Tiszavidék szorvány oktatási nevelési rendszerében. És azt is örömmel tudom jelezni, hogy március végén Rahón, ami a Felső-Tiszavidék központja a Katolikus Egyház keretén belül, de minden környék, Felső-Tiszavidéki magyar számára meg fogjuk nyitni azt a magyar kulturális centrumot, amely magyar házként fogja szolgálni az egyre terepélyesedő Felső-Tiszavidéki magyar szorvány aktivitás. Köszönjük, hogy itt lehetünk, örömmel készen állunk és nyitottak vagyunk a folytatásra, hiszen ez az Ovoda program a magyarországi parlamenti választásoktól függetlenül és azután is gőzerővel fog működni, és az ilyen fajta együttműködés, amit a Katolikus Karitásszal végre tudunk hajtani, a számukra megtiszteltetés, hogy egy ilyen nagymúltú és jól működő professzionális szervezettel együttműködhetünk. Elnézést kérek, hogy hosszan beszéltem, ez politikus betegség, csak bizakodjanak abban, hogy a Gábor atya professzor úr nálam sokkal rövidebben képes elmondani ugyanezt. Köszönöm. Köszönjük szépen a Mányasztus úrnak a részletes tömörbe számolót, és akkor átadnám a szót Écsi Gábor atyának. Akkor igyekszem megfelelni az elvárásoknak. Köszönöm szépen. Röviden szeretném fölvázolni azért, hogy hogy is kerültünk mi ide. Most már másodszor ezzel a misszióval, hiszen a óvodai szűrés már megtörtént, most pedig itt köszönettel az igazgatóasszonynak helyet kaptunk az iskolában, és itt is végezhetjük ezt a tevékenységet. 2015-ben a Katolikus Karitász fölvette a kapcsolatot a kárpátaljai gyermekkórházakkal, Beregszász, Munkács, Ungvár, és ott segítettünk főleg eszközökkel, berendezésekkel, vagy némely részleg felújításával. És hát az ott szerzett tapasztalatokból láttuk azt, hogy szinte szívszorítóan, hogy milyen sok kisgyermek kerül oda, és mennyire meg lehetne előzni ezeket a betegségeket egészen kis dolgokkal, figyelmességgel, ha ezek korábban kiterültek volna, és akkor gyógyíthatóbbak is lettek volna. És ezért gondoltunk arra, hogy ebben próbálunk segítséget adni, hogy megszervezzük az orvosmissziót, és az elmúlt esztendőben így indult el ez a kis csapat, azzal a szándékkal, hogy az kárpátaljai óvodásoknak, illetve az iskolákban is, az alsó tagozatban először ilyen szűrést felkínáljon, és ezáltal már ilyen kis gyermekkorban kiderüljenek azok a problémák, amik esetleg később nagyobb gondot okozhatnak, és így most még talán sokkal jobban kezelhetőbbek és gyógyíthatóbbak is. Kiváló orvoscsapat állt össze Vojcek tanár úr vezetésével, sőt több csapat is összeállt már, és az ő közreműködésekkel most már többször voltunk itt Kárpátalján, de ugyanígy voltunk már Délvidéken is, és fogunk is menni, és ezeket a szűréseket végezzük. Valóban az a célja ennek, hogy egyrészt azok a betegségek, azok mindjárt a kezdetén kiderüljenek, és orvoslásra kerüljenek, és ezért nyomon követjük a kis betegeknek, gyermekeknek a
diagnosztikáját azzal, hogy azokat az eszközöket is biztosítjuk, ami a gyógyuláshoz szükséges, gyógyászati segédeszközöket, és a legközelebbi alkalommal már ezt hozzuk is, így hoztunk most is már ilyen eszközöket, amit utána át fogunk adni. Azt is el szeretném mondani önöknek, hogy emögött a orvos misszió mögött azért jelentős segítség áll, jelentős a magyar kormánynak a támogatása, fölkarolta ezt az ügyet, és jelentős azoknak a magyar embereknek a segítsége, akik a Katolikus Karitásznak a tevékenységét végigkövetik és támogatják. Azoknak az egyszerű embereknek, akár hívő, akár pedig más szempontból figyelemmel kísérő, munkánkat figyelemmel kísérő embereknek, akik fontosnak tartják ezt a tevékenységet, akiknek nem mindegy az, hogy Kárpátalján, vagy Délvidéken, vagy az elcsatolt területeken hogy élnek a magyarok, és ezért áldozatot hoznak, akár anyagi áldozatot, akár másféle felajánlást, amit a segítségünkkel elhozunk ide és átadunk. Jelentős ez a segítség az Magyarországon, az adomány vonalunkon keresztül, mert aki a 1356-os számot hívja, az eleve 500 forinttal támogatja ezt a munkát. És nagyon sokan vannak, akik egyénileg is felajánlanak pénzadományt, akár egy-egy orvosi műszer berendezés megvásárlására, akár néhány szemüveg kiváltására, és ezzel is kifejezik a szeretetüket, az aggodalmukat önök felé, és mi ezt örömmel közvetítjük. Köszönjük azt is, hogy itt mindig találunk együttműködő szervezeteket, csoportokat, iskolákat, akik kiválóan megszervezik nekünk ezt a szűrést, hogy itt hétvégén ez zavartalanul működjön, és reméljük, hogy ennek az eredménye a meggyógyult kisgyerekeken hamarosan látszik is. Köszönöm szépen! Mi köszönjük elsősorban a Katolikus Karitásznak és az orvos misszió tagjainak ezt a lehetőséget, hogy vendégül láthatjuk önöket. Ez számunkra tényleg egy hatalmas nagy segítség és lehetőség. És kívánok további sikereket, áldozatos munkájukra és a Jóisten áldását. Több hasonló jót tettek még. Átadnám akkor a szót Hojcek László professzor úrnak. Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy szót kapok, és csak azért, hogy ne csak magyarul beszéljünk, kezdjük egy helyileg is ismert nyelvvel. Nihil vincit nisi veritas, nihil volant nisi caritas. Szent Ágostont idéztem, lefordítom, semmi nem győz meg csak az igazság, semmi nem ment meg csak a szeretet. És azt hiszem, hogy mi orvosok nem tudunk arról, 15-en vagyunk a csapatban, nem tudunk arról beszámolni, hogy hány 10 millió és hány milliárd. Hány átadott bölcsöde, óvoda, vagy esetleg iskola, tetőszerkezet a kórházban, vagy ultrahang, vagy ehhez hasonló. Mi mást végzünk. Mi másról esküdtünk másra, és mást szeretnénk elérni. A mi célunk kezdettől fogva az volt, ami utolér, az első pillanatban, ahogy majd most ki fogjuk osztani a szemüveget, a kis Marikáknak, Évikéknek, Juliskáknak és Ferenceknek. Fölteszik és azt mondják, hogy más a világ. Nem így láttam eddig a táblát, meg a focilabdát, meg anyu arcát. És ez nagyon jó. Ha csak ennyit kaptunk volna, már megérte volna eljönni. De a másik, amire utalunk, az egy hosszú távú befektetés. 10 éves. Nem csak április 8-ig, de akinek lehetősége van, az április 8-án se feledkezzen meg erről, hogy mi egy csónak vagyunk, egy kamion. Áthozzuk a magyar nép belénk fektetett orvosi diplomához jutó anyagi áldozatát, áthozzuk a magyar kormánynak a határon nyújtott engedélyét, nem egyszerű, és áthozzuk az adományozóknak a pénzét. De mi ebbe csak a szabad időnket fektetjük be. És most mondom a 30 éves befektetést. Ha lehet, kövessenek. Önök is fektessenek be 30 évre. A világ legnagyobb bestsellere, a legtöbbet eladott könyv, nem tudom, sejtik-e, melyikről beszélek, tartalmaz egy érdekes esetet.
A teológiát nem végeztem el. Három másik egyetemet igen. Ez az érdekes eset, ez arról szól, hogy ingyen meggyógyított valakikből tizet, és csak egy ment vissza megköszönni. Ha rátalálnak erre, vegyék meg, olvassák el ezt a részt. Megér. Ha most nekünk 10% 30 év múlva ebből a megnézendő 1600 kárpátaljai gyerekből azt fogja mondani, hogy a szomszéd néninek elmegyek bevásárolni, hogy a szomszéd gyerekkel átveszem a matekot ukránul, mert akkor már talán magyarul nem lehet tanulni az iskolába, ő meg nem érti olyan klasszul az ukrán nyelvet, akkor megérte az, hogy mi 1600 gyermeket évi 16 hétvégénket feláldozva Kárpátalján megvizsgáltuk, mert nem szakad meg a szeretett lánc. Az a szeretett lánc, ami 2000 éve indult el. Na azon túl, hogy teljes értékű emberekké szeretnénk őket varázsolni, hogy ne legyen szemüvegük, vagy a szemüveggel jól lássanak, hogy olyan pályát tudjanak választani, amivel a meggyógyult végtagjaik és gerincük kiegyenesedve merik választani. Ez az egyik célunk. De a másik célunk, hogy a szeretetet adják tovább. Mert kérem, szeretet, a cselekvő szeretet viszi előbbre a világot. A kinyújtott kéz el nem fogadása bűn. A kinyújtott kéz ellökése vétek, mert az egymásba fonódó kezek tartják össze a világot. És mi ebben a láncban, ebben az egymás felé kinyújtott kézben igenis megfogjuk azok kezét, akik erre rászorulnak. És még egyszer mondom, nem a mi érdemünk. Elsősorban a magyar kormányé, de őt is a nép választotta, elsősorban a Caritasé, de ők is a nép adóforintjait kapják, ilyen vagy olyan kútforrásból, mi csak áthozzuk. A magyar nép üdvözli őket rajtunk keresztül, és önöket. Mi a magyar népet képviseljük. Köszönöm, hogy meghallgattak. Eddig tartott a beszéd, most jön a munka. Átadnánk azt a részét, amit a december 8-án végzett, vizsgálataink eredményeként most a Magyar Katolikus Caritas kifizetett, ezek között a gyógyászati segédeszközök között vannak szemüvegek, gerincfűzők, luttal emelő cipőbetétek, és név szerint mindenkinek átadjuk, és szeretnénk, ha elfogadná, vagyis ami korrekcióra szorul, azt korrigáljuk, de ami jó, arra nyugodtan merjék azt mondani, hogy jó. Tessék jönni, név szerint hívjuk. Szépi Amanda. Szépi Amanda. Ha nincs, megyünk tovább. Amanda, kaptál egy olyan betétet, amit oda lecsücsülsz, és beleteszed a csizmába, anya segítségével, és utána ráállsz, és nem fog fájni ezután a lábacskád, jó? Szemüveg. Varga Erzsébet. Varga Erzsébet. Varga Erzsébet nincs itt. Hozzátartozó? Én vagyok. Legyen kedves átadni Erzsikének, és megkérdezni. Becske Milán. Gyere! Mondtam neki. Milán, ebből szemüveg lesz. Szervusz, én a Laci bácsi. Te meg a Milán? Nagyon büszke vagyok, hogy ilyen szépen tudod a nevedet mondani. És ide nézd, már ezt ki tudja a Laci bácsi innen varázsolni, de te is megkapod, és ott van ügyesebben. Most fölteszed, és megmondod, hogy milyen élesen látod az én két szemem. Tessék! Ha! Na milyen a szemem? Szép. Szép? Köszönöm, elmondom majd Erzsikenének. És ezt is megkapod hozzá, ebben fogod otthon használni, jó? Meg ebből majd könnyebben ki tudod venni. Gratulálok, viseld egészséggel, és szeressél olvasni vele. Sok könyvet olvassál. Pátyánik Antónia. Pátyánik Antónia. Van az édesanyja. Édesanyja. Akkor nem volt ki. Antóniának egy ilyen betét, tessék belehelyezni. Stokszabos. Köszönjük szépen a bizalmat.
Szépi Amanda még egyszer. Szemüveg. Szépi Amanda még egyszer. Tessék már. Akkor cipőbetétet kapott, most szemüveg. Laci bácsiak kibontottak, a Pista bácsiak is vagy csak na várjunk, nézzük, hogy csinosan áll-e ez neked. Ezt még legtöbb szíves, jó? Látsz? Élesen látsz? Akkor ez lett el tudni. Kedem. Köszönöm. Köszönöm. Brody Károly. Brody Károly. Gyere, Károly! Te vagy az én cimborám. Károly kijelentette, hogy ő tér szemüveglencsét, de a szemüveg keretet ő szeretné kiválasztani magának, itt Ukrajnában. Kérésedet teljesítettem, ezt kell anyával beletetetni, kire hasonlítson az a szemüveg keret. Na, Bródi János, vagy Szörényi Levente. Gratulálok, használd és sokat olvassál be. Csakai Leila. És ugyanúgy Csakai Szintia. Mind a kettő. Anyuka itt van. Gratulálok. Kétfajta. És névszerűt rá van írva, hogy melyik a tiéd, és melyik a tesóé. Légy szíves, tegyétek be a cipőbe is. Szervusz, Laci bácsinak egy nagy, nagy készfogás. Amiért ilyen bátortalan vagy. Szeretek. Szabó József. Beteg. Nem baj, gyógyuljon meg. Kívánunk gyógyulást. Ugyanúgy a betét áttehető egyik cipőből a másikba, de használják. Jó? Köszönjük. Köszönjük a bizalmat. Igyártó Nóra. Magaton. Ugyanaz áttehető egyik cipőből. Szeretem. Méhes Maja. Na, szervusz. Gondoltad volna, hogy ilyen szép lesz? Mondod, használj. Popovics Károly. Timi néni, a Popovics Károly ételkreatőt. És még van itt Vihunec Viktória és Rózsi Szabolcs. Itt van nálam egy így gyártó István. István, ilyen szépen szaksz. Jó? Jőrös József. Ő nincs. Nincs? Ki veszi át Ovonéni? Az Ovonéni. Vissza ne menjen. Jöjjön ide, Jőrös József. Nem Ovonéni, bocsánat. Igyártó Gábor. Gábor, ez a Jőrös József. Köszönjük szépen. Kis helyegészség. Jó, egyelőre kész. Köszönjük szépen. Van egy kérdés a sajtónak, vagy külön interjút kívánnak készíteni? Külön interjút. Akkor én szeretném megköszönni a szülők, a tantestület és a gyerekek nevében ezt a hatalmas segítséget, és nem szeretnék sokat mondani, csak idézném akkor Holce professzor urat, hogy győzzön a jó cselekedet, és ne szakadjon meg a szeretet lánca továbbra sem. Köszönjük szépen! Eddig az
Köszönjük a szülőknek, meg a gyerekeknek, hogy elfáradtak. Különös. Amiért most itt vagyunk, az a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program kárpátaljai alprogramjának egy része, hiszen a Katolikus Karitásszal egy együttműködési megállapodást kötöttünk. A magyarországi adóforintokból és kormányzati támogatásokkal megerősített orvosmisszió ugyanis a Felső-Tisza vidék valamennyi magyar óvodájának szűrővizsgálatát végzi el, és ami nagyon fontos, hogy a kiszűrt gyermekek sorsát gondozva a szükséges segédeszközökkel látja el, illetve néhány olyan műtétet is elvégeztettek már a Karitász költségén, amelyet csak Magyarországon tudtak elvégezni. Tehát ez a óvoda missziós program nagyon fontos beavatkozási pontja a magyar kormány jószomszédi támogató segítségének. Itt Visken nem lehet elfelejteni, hogy a református egyházzal karöltve egy vadonatúj óvodát avattunk nem is olyan régen, és azt hallom, hogy nem hogy teltházzal, hanem már azt meghaladó az érdeklődés az óvoda munkájába. Elárulom a Viski televízió nézőinek, hogy rövidesen egy úgynevezett ovisport pályát is fogunk az óvoda udvarán avatni, amely egy nagyon érdekes testmozgást szolgáló kezdeményezés. Reméljük, hogyha a gyerekek használják, akkor majd kevesebb lúttal betétet és gerinc egyenesítő segédeszközt kell hozni a katolikus orvos kollégáknak. Az óvoda programon túlmenően számtalan egészségügyi fejlesztésben vett részt a magyar kormány. A legtöbb hírt talán a közelmúltban nyújtott 8000 ampullás vakcinadomány a kanyarójárvány elleni küzdelemben jelentette Magyarországról, valamint néhány nappal ezelőtt 57 magyar ajkú házi orvosi rendelőbe hoztunk alapfelszereltség, kiegészítő orvosi műszereket, 45 EKG-t, 50 számítógépes rendszer, hogy csak néhány elemét emeljem ki ennek az adománynak, és közel 450 millió forintból pedig fel is fogjuk újítani magyar családorvosi rendelőket, ahol ez szükséges, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel karöltve, amely a magyar kormány stratégiai politikai partnere itt. Egészségügyi és óvodafejlesztési programokon kívül nagyon komoly oktatási fejlesztésekben érdekelt a magyar kormány, annak ellenére, hogy rendkívül súlyos érdekellentét alakult ki Ukrajna és Magyarország államai között. Egy jól szervezett, lassan azt gondolom hazugsággyárnak is nevezhető kievi sajtókampány zajlik Magyarország és ezen belül a kárpátai magyarság ellen. Ennek ellenére mi azt gondoljuk, hogy fokozottan kell támogatni a Kárpátalján élő 150 ezeres magyar közösséget, és nem csak a magyar közösséget, hanem a nehéz gazdasági helyzetben lévő többségi társadalmat is, nemzetiségtől függetlenül, legyen ukrán, ruszin, román, szlovák, cigány, mindent szeretnénk itt segíteni. A legfontosabb ezeken belül talán az az 50 millió eurós hitelsegélykeret, amely új határátkelőket jelentene a gyakorlatban, autópálya összeköttetést végre a két ország között, új közúti határátkelő Bereg-Surhány-Aszté között. Ezek mind-mind-mind magyar kormányzati forrásból és magyar cégek által volnának megépítve, amennyiben a bürokrácia nem állná útját most már lassan második esztendeje. Ezen kívül pedig az élet valamennyi területén segítséget nyújtunk, elég csak arra emlékeztetnem a kedves televíziónézőket, hogy rendkívül sokféle foglalkozási ágban fizetéskiegészítést nyújt a magyar állam már évek óta, hiszen nagyon gyenge állapotban vannak itt a fizetések. Az egészségügyi dolgozók, oktatásban, lelkészek, színészek, közművelődésben dolgozók, sőt még a magyar nyelvűen működő újságírók számára is igyekszünk valami kárpótlást vagy pótlást nyújtani az itteni gyalázatos fizetések kiegészítéseként. Zajlik azután a Magyar Ház program, amely kulturális centrumok kialakítását jelenti. Néhány héten belül Rahón avatjuk ki, elkészült a Munkácsi Katolikus Magyar Centrum. Folyamatban van Ungváron egy nagyon komoly magyar kulturális centrum létesítése. Szeretnénk befejezni Beregszászon és kompletálni a már most zajló
Beregszász Illyés Gyula Magyar Színház felújítását egy fedáksári kulturális centrummal, ahol reméljük, hogy egy ultiszoba is, és talán egy fedáksári szobor is helyet kaphat. Azon kívül a magyar házak rendszerét más helyeken is, például Nagydobronyban a volt jegyzői házat vásároltuk meg, és jelenleg folyik annak felújítása, és szeretnénk minél inkább jelezni azt, hogy a magyar kultúra, hogy 1000 éven át, a következő 1000 évben is szeretne egy színfoltja, egy üde színfoltja lenni ennek a sok nemzetiségű területnek, amit ma Kárpátaljának hívnak. Így egy szuszra hirtelen néhány nagyobb programot most elmondtam, de még megtoldanám azzal, hogy a tavaly nagyon jól sikerült kukoricavetőmag programunkat ma meg 10-szerezett forrásokkal folytatjuk. A gyakorlatban valamennyi magyar gazda ingyen kukoricavetőmagot fog kapni, és még az ukrán gazdáknak is fog ebből jutni, és szeretnénk megszervezni, hogy a feleslegeket felvásároljuk, tehát ezzel mintegy 2 milliárd forintos gazdasági tőkeinjekcióba részesítjük az itt élőket, túl azon, hogy közben az EGAN-EDE programon keresztül pedig ez a 32 milliárd forintos 3-5 éves program jelenleg is gőzerővel fut és zajlik, most éppen a nagyobb méretű, nagyobb forrásigényű beruházásoknak a bírálata zajlik. Én azt hiszem, hogy mindenképpen említsük még meg a történelmi egyházakkal való szoros kapcsolatunkat, hiszen a KMKS, a Szakmai Szövetség, Pedagógus Szövetség, a Főiskola mellett mind a római, mind a görög katolikus egyházak és a református egyház kiemelten ugyanolyan fontos stratégiai partner a magyar kormánynak, hiszen ezen a 12.800 négyzetkilométeren, amit ma Kárpátaljának hívnak, mi úgy gondoljuk, hogy nem szabad megengedni azt, hogy olyan különbségek alakuljanak ki nemzetrészek között, beleértve az anyaországot, mint ami most tapasztalható, és ha Magyarországnak jobban megy, mint ahogy az elmúlt években erőteljes gazdasági fejlődés révén az anyagi lehetőségei megnövekedtek, akkor a magyar nemzetpolitika természetes gondolkodás módjává vált az, hogy ebből a többletforrásból részelteti a határon túlélő magyar közösségeket egyaránt. Ha gondolja, akkor ezt én végeláthatatlanul tudnám folytatni, de azt gondolom, hogy ez úgy egy keresztmetszetét adta a komolyabb anyagi erőforrásokkal járó erőfeszítéseinknek. Nagyon szépen köszönjük a magyar kormánynak és önnek is a közreműködést. Mióta vezeti ön az orvosmissziót? Megalakulása óta én alakítottam meg 2017-ben, és 2017-ben Kárpátaljának a diákjait átszűrendő céllal, azzal a merész vállalkozással, hogy mivel itt iskolaorvosi hálózat nincs, közvető orvosi hálózat sem tűzte ki céljául, hogy a diákokat 6 és 16 éves kor között átszűri, ezért mi bátran azt mondtuk, hogy majd mi átszűrjük. Ez nagyon nagy vállalkozás, nagyon nagy merészség volt. 16 alkalommal tervezzük ebben az évben jönni, és a 16 alkalommal körülbelül 1600 gyermeket szűrünk le. Ezt előre nem tudjuk mindig pontosan megmondani, mert azokat, akiket hívunk, nem jön el mindenki, de ugyanakkor többen eljönnek, például nagyobb testvérek, például más városokba, iskolába járók is megjelennek, és természetesen az ukrán gyermekek is, tehát az ukrán ajkúakat éppen úgy leszűrjük, mint a magyar ajkúakat. Tehát 1600-ra terveztük a magyar ajkú iskolába járók, magyar eddig még nyelven tanulni tudó gyermekek leszűrését, de ez egyben azt is jelenti, hogy lehet, hogy ez 1800 lesz, vagy 1400 lesz. Az biztos, hogy 16 alkalommal eljövünk, voltunk már ugye Gyertyánligeten, Aknaszlatinán, Visken, most másodszor vagyunk, és hát tervezzük most a márciusi hónapban Técsőre és Bustyaházára menni, és ez így folytatódik egész Rahón keresztül az év végéig. Mi a tapasztalata itt Kárpátalján? Milyen érzés, milyen felkészültek, vagy a szülők szívesen hozzák-e a gyerekeiket önökhöz? A szülők rendkívül hálásak, hiszen az a szülő, akinek azt tudjuk mondani, hogy a gyermeke egészséges, és nincs szükséges semmilyen további kivizsgálásra, hiszen ezt is végezzük, hogy tovább utaljuk őket, akár az anyaország felé, vagy nincs szüksége egy gyógyászati segédeszközre, ez a szülő nyugodt. Ez tudja, hogy egy egészségileg majdnem 100%, hogy teljes értékű gyermeke van. És mi
ezt is célul tűztük, hogy azt is kimerjük jelenteni, hogy az általunk vizsgált szakterületen nincs probléma. Mondom a további tapasztalatot. Az igenis megdöbbentő volt, hogy Gyertyánligeten egy szemüveges volt. Ha az anyaországba bemegyek egy 300 fős iskolába, akkor ott 25 szemüvegest látok, vagyis 8%-a szemüveget visel. Na, ugyanez a statisztika itt is kijött. Tehát itt is a 8-12%-os szemüveg igény, ez előállt. Tehát ha láttunk 420-at, akkor ennek ki kell számolni a 8-12%-át, ennyinek hoztunk szemüveget, ennyinek a Magyar Katolikus Karitász, őt pedig a magyar nép támogatja meg, a magyar kormány adóforintokból, azt is a nép támogatta. Tehát valahol a magyar nép segítségét hozzuk át a Kárpátalján élő 1600 gyermeknek. És ugyanez vonatkozik a gyógyászati segédeszközök másik nagy csoportjára, a mozgásszerviekre. Ott sajnos ugyancsak az anyaországhoz hasonló 30-34%-os arányban adunk, hozunk, írunk elő, és ők ezért hálásak. Tehát a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon szívesen viselik, amikor már Gyertyánligetre visszamentünk kontroll céllal, ott azt láttuk, hogy mindenki nagyon örült annak a szemüvegnek vagy mozgásszervi segédeszköznek, amit előírtunk, elkészítettünk, áthoztunk, és örömmel viselte, és megígérték, hogy ha jövünk, mert kinövik, mindegyiket kinövik, tehát nem egyszer kell elvégezni a vizsgálatot, hanem évente ismételni kell, és egy év múlva is megígérték, hogy viselni fogják a következőt. Meddig tervezik folytatni ezt a munkát, és milyen támogatásból sikerül kijönni Kárpátaljára? Mindenképpen addig tervezzük, ameddig egy orvos tervezhet. Mindenképpen addig tervezzük, ameddig egy gyermek gyermek. Az összes támogatásunkat a Magyar Katolikus Karitász adja. Most a műszertámogatást 17 millió forint értékben a magyar kormány adta, hiszen nagyon sok műszert hozunk, és nagyon sok műszerrel tervezzük a jövőben is a vizsgálatokat. Szabad legyen még egy mellékgondolatot, amire ez a mai találkozás nem tért ki. Nincs terhes gondozás, nincs védőnői hálózat Kárpátalján, tehát mi a terheseket, a védőnőket is szeretnénk bizonyos centrumok létrehozásával valamilyen módon segíteni. Nem szülészeti osztályt akarunk létrehozni, de a terhesek gondozását a védőnői hálózatnak valamilyen anyaországban, tudjuk, hogy hungarikumként élő és működő hálózatát itt is szeretnénk megszervezni, ha nem is azon a tökéletes szinten, de mindenképpen több lesz, mint amivel most az áldott állapotban lévők rendelkeznek, vagy gondozva vannak. Nos, tehát, hogy meddig tervezzük végezni? Ameddig a politika engedi. Ameddig a határon át tudunk jönni. Amíg az orvosaink élnek. Amíg a gyermekek ezt a segítséget igénylik. Ez egy véget nem érő történet. Akkor egy záró gondolatként, milyen érzés most itt lenni? Mit érez, hogy Viskán lehet újra? A népem között vagyok. Tehát ugyanazt érzem, mint otthon, amikor a műtőasztal fölé állok, hogy ezt a képességet kaptam, és az enyémen segítek. Régi kapcsolat ez a kárpátaljai szervezetekkel, illetve a kárpátaljai karitasszal, talán még a nagy árvíz időkre megy vissza, és azóta azt gondolom, hogy rendszeres. Mindig figyelemmel kísértük azt, hogy itt Kárpátalján milyen az itt lévők szociális helyzete, egészségügyi helyzete, és ahol tudtunk, ezen próbáltunk is segíteni. Most az egészségügyi missziónkkal, az orvos misszióval az itt lévő iskolások, illetve óvodáskorú gyermekek egészségi állapotát vizsgáljuk, személyzeti, fogászati, illetve mozgásszervi vizsgálatok ezek, és ebben, ha szükséges, akkor megfelelő segédeszközöket felírnak az orvosok, és a legközelebbi alkalommal azt hozzuk magunkkal és átadjuk a gyermekeknek. Ezzel jelentős mértékben csökkenthető azoknak a megbetegedéseknek a száma, azoknak a maradandó, akár mozgásszervi vagy személyzeti betegségeknek, torzulásoknak a száma, amik enélkül bizony sok nagy számban előfordulnak. Hogyan sikerül támogatókat szerezni, és egyáltalán kik támogatják az orvos misszió munkáját?
Kezdetben teljesen önerőből, tehát a Katolikus Karitas saját forrásából azoknak a támogatóinknak, azoknak a adakozóinknak az adományaiból tudtuk ezt biztosítani, akik a Karitas munkáját és a Kárpátalján élő magyaroknak a létét, illetve az állapotát fontosnak tartják. Ők segítettek nagyon sok adománnyal. Ebből tudtunk például orvosi műszereket, berendezéseket venni azokból, akik felajánlottak pénzadományt, vagy hívták a 1356-os adományvonalunkat. És a magyar kormány is felfigyelt erre, és nagyon fontosnak tartott ezt a munkát, és most tőlük is kapunk támogatást. Ez abban segít, hogy ezt még szélesebb körbe kiterjesszük, és idén 16 alkalommal tudunk már jönni, 16 alkalommal, és majdnem ugyanennyi helyen tudjuk ezeket a szűréseket elvégezni, óvodákban és iskolákban. Az orvoscsoportról szeretném kérdezni, hiszen ők szabad idejüket feláldozva hétvégéken jönnek ki Kárpátaljára, és több, úgy tudom, több ilyen csoport is van, hogy őket könnyű volt-e beszervezni ide, vagy ők önként jelentkeznek, megkeresték őket, hogyan kerültek velük kapcsolatba? Igen, az ő részükről történik talán a legnagyobb áldozathozatal, hiszen a szabad hétvégéjüket ajánlják föl az amúgy nagyon leterhelt hétközbeni munka után, de ezt akár végezhetnék Sopronba is több száz vagy több ezer euróért, de ők erről lemondva és teljesen ingyen vállalják ezt a küldetést, hogy az itteni magyarokon így segítsenek. Teljesen önként vállalták és ajánlották föl ezt, és azt gondolom, hogy ezzel nagyon nagy áldozatot hoznak ők, és nagyon nagy köszönet jár érte, és számíthatunk ezután is az ő segítségükre, sőt, nagyon sok orvostanhallgató vagy fiatal orvos is jelentkezett már erre a misszióra, úgyhogy lesz utánpótlás. Istennek feladatok, tervek a jövőben valamilyen nagyobb dologban? Jobban össze szeretnénk, együtt szeretnénk működni az itteni egészségügyi ellátással, az itteni helyi orvosi rendelőkkel, hiszen fontos az, hogy az itt feltárt betegségeknek legyen nyomon követése, tudjuk azokat a kisgyermekeket tovább küldeni a megfelelő kezelésre, és ebben talán így sikerül is előrelépni, hogy felvesszük a helyi egészségügyi szervekkel a kapcsolatot. Együttműködőek? Nyitottak nagyon, és azt gondolom, hogy látván a segítő készséget, látván a jó szándékot, erre mindenki fogékony. Hát mi nagyon szépen köszönjük a Caritasnak és az orvosmissziónak a munkáját. Azt hiszem, hogy ezt egy szóval köszönömmel nem lehet kifejezni, de a hála szívünkben az végtelen. Köszönjük. Köszönöm szépen.